Véradás a Szekszárdi területi vérellátóközpontban. A legelső vállalkozó szelleműek már reggel 8 órakor megérkeztek a Dunamenti Polgári Egyesület szervezésében tartott véradásra. Fontos a véradás, ugye, hogy embertársainkon segíteni tudjunk, hiszen a vér egy olyan készítmény, ha nevezhetjük így, amit nem lehet mesterséges úton előállítani, pótolni, csak mi magunk tudunk egymáson, embertársainkon ezzel segíteni. Ugye korlátos a hozzáférése a tekintetben is, hogy nem korlátlan módon eltartható, ezért szükséges az, hogy rendszeresen jöjjünk és adjunk vért, hogy folyamatosan a vérellátónál meglegyenek azok a készletek, amire szükség lehet betegtársaink számára. És hát ugye 2 hónap kell, hogy tudjunk vért adni, tehát nem tudunk naponta vagy hetente, amikor a szükség úgy hozzá jönni. Ezért szükséges az is, hogy a lehető legtöbben éljünk ezzel a lehetőséggel, és próbáljunk segíteni egymáson. Berta Zoltán a fiatalokat 18. életévüket betöltötteket is arra biztatja, hogy adjanak vért. Hiszen ugye azt is tudni kell, hogy 65 év fölött pedig már nem lehet vért adni, tehát pótolni kell azokat a véradókat, akik koruknál fogva már nem tudnak segíteni. A civil véradásokra összesen közel 100-an szoktak érkezni. Ha első véradók is vannak, az külön örömmel tölti el a szervezőket. A most résztvevők közül sokan már rutinos véradónak számítanak. Meg kell próbálni, valakinek tényleg nem esik jól. Nekem problémám még nem volt vele, de láttam olyan tényleg, aki elszédült vagy elsápadt. De hát a nővérkék, azok nővérek mondják, hogy azok itt vannak, tehát vigyáznak az emberre. Az egyesület szervezésében az érdeklődőket legközelebb szeptember 20-án pénteken 8 és 14 óra között várják.